következik a Hogy is van ez család? A Fox Kids csatornán. Kezdődhet a mérkőzés. A 2003-as Fox Kids Kupa Rotterdamban. Ki lesz az idei év Fox Kids bajnoka? Győzhetnek-e megint az amerikai lányok? Vagy inkább az izraeli fiúktól kell meglepetéseket várnunk? Vagy talán egy új csapat tör majd az érre? 400 játékos, 40 csapat, 5 nap és egyetlen győztes. A 2003-as Fox Kids Kupa. További információkért keresd fel a foxkids.hu honlapot. Készülj fel a legnagyobb maratoni küzdelemre! Minden hónap utolsó hétvégéjén a legizgalmasabb kihívást láthatod. A Fox Kids csatorna szereplői egymással vetélkednek. Csak egyetlen győztes lehet. Övé lesz minden dicsőség. Ebben a hónapban Denisa Comis és Jim Button méri össze erejét. Keresd fel a honlapot és szavazz a győztesre! Június 28-án és 29-én nézzétek a Fox Kids-et és benne 12 órakor a hétvégi maratont a győztessel! Velünk, mert rövidesen kezdődik a nyári tábor 2003-as földkörüli útja. Itt a Fox Kids-en. Fox Kids focisúri. A bemelegítés. Sziasztok, barátaim! Én óriási foci rajongó vagyok. A mindenem a futball. Szerintem az angol válogatott a földkeresztség legjobb csapata. Ha te mondod, Cole! Szeretettel köszöntünk benneteket a Fox Kids foci suli öltözőjében. Ma megnézzük, hogy kell helyesen bemelegíteni. Ó, bemelegítés! Ha azt mondom bemelegítés, nem a kályhára gondolok, de nem ám! Úgy van, de mondd csak, miért is kell bemelegíteni? Fogalmam sincs, nem tudom, hogy ne fázzunk. A bemelegítés azért fontos, hogy nehogy rögtön a mérkőzés elején megsérüljünk. Ezt én is tudtam. Hé, menjünk, nézzük meg, mit csinál az edző és a játékos. A bemelegítés! Rajta, menjünk! Tehát itt vagyunk a pályán, az edzés elején először fogóznak. Hallgassuk meg, mit mond a mester. Játszottunk már ilyet, mind ismeritek, úgyhogy csak emlékeztetőül mondom. A pályát 4 karó jelzi. Rendben? Egy ember a fogó, az ő feladata az, hogy elkapjon valakit. És akit elkap, utána ő a fogó. Mehet? Rajta! Amit látjátok, futnak jobbra is, balra is, hajolnak, fordulnak, tekerednek, rosszul vagyok. Csupa olyan mozgás, amire a mérkőzésen is szükség van. Ettől jól bemelegednek, igaz? A vér megfestül az ereikben. Ó, igen, így kisebb az esély, hogy megsérülnek, és a labdára is hamarabb ráéreznek, igen. És most ugyanez labdával. Hozzátok a lasztikat! Jól van! Ebben a játékban az a cél, hogy a saját labdátok maradjon a négyzetben. A többiekét viszont meg kell próbálnotok kirúgni. Értitek? Akinek a labdája a legtovább marad bent a kijelölt területen, az nyer! Nyomás! Hadszoljon! Gyerünk, David! Rúgd már ki! Rajta, Serena! Csend le a lábáról! Majdnem! Majdnem! Kiestél! Igen! Pafon egyszer! És most végezzünk el néhány egyszerű bemelegítő gyakorlatot. Jól mozgassátok meg az egész testeteket a fejetektől egészen a bokátokig. Serena, emeld fel a karodat. Jó. Úgy van, és most mehet a kar közé is. Ez olyan, mintha a karoddal vakarnád a fület. Nagyon fontos, hogy mindenkinek az egész teste megfelelően be legyen melegedve, különösen, ha focizni készül. Hogy nehogy megsérüljetek! És aztán ne tudjatok játszani! Ha a test jól be van melegedve, az izmok ellazulnak! Így már kezdődhet a játék! Jó, mehetünk! Végezetül! Ez volt a bemelegítés! Ne felejtsetek el alaposan bemelegíteni, hogy nehogy megsérüljetek, és kimaradjatok a csapatból! Kimaradni a csapatból? Soha! Na szóval, rendben, köszönjük, hogy velünk tartottatok! A legközelebbi műsorunkban is várunk benneteket, amikor a mester az átadás technikáit fogja megtanítani nektek!
Köszöntünk a nyári tábor 2003-as földkörüli útján. Erezd el magad, mert kedvenc rajzfilmjeid következnek. Sok mókával és izgalmas játékokkal. Louis élete. Horgászni megyek. Mindig túl sok holmit csomagolok. Kezdek, édesanyám.